Az egri lajosvárosi templomban rózsafűzér imádsággal, szentmisével kezdődött az az ünnepség, amely keretében egy az elhunyt fertájmesterek tiszteletére állított kopjafát, valamint a fatimai kegyszobor mását is megáldotta Kós Ede a templomkertben. A plébános beszédében örömének adott hangot, hogy a lajosvárosi közösség együtt köszönti a szűzanyát május 13-án, a fatimai jelenés évfordulóján. A kopjafa Fehér József fertájmester kezdeményezésére és finanszírozásával készült el. A Szent Lajosvárosi negyed fertájmestere egy kis suttogón összeültünk, és arról döntöttünk, hogy mi állítatunk egy saját kopjafát a saját halottaink részére, mert tulajdonképpen a lényeg ennek a kopjafának az, hogy elhunyt fertármestereinkre emlékezzünk. A munkálatokban közreműködött Simon László, Krupa Sándor és Trembecki Gyula. A kopjafát Kis István faragta. A Lorettói litánia elimádkozása után a lajosvárosi fertájmesterek megemlékeztek négy elhunyt társukról, Lengyel Miklósról, Deli János plébánosról, Montvai Miklósról és Cseh Zoltánról. Kós Ede plébános ezután megáldotta a kopjafát. Mint a szertartáson elhangzott, fontos, hogy jelek vegyenek körül bennünket. Húsvér emberek vagyunk, érzékszervekkel megáldva, Teremtő Úristen által, látással, hallással, akár még a tapintás érzékelés lehetőségét is ide lehet venni, és ezeken a ingereken keresztül, mondjam így, a Jóisten sokszor el tudja juttatni hozzánk az ő üzenetét. Erről próbáltam a Szentmisében is, illetve itt a kopjafa és a Szűz Mária szobor megszentelésénél néhány gondolatot megfogalmazni. Jó lenne, hogyha a 21. századi embere, hívő embere jobban odafigyelne az égi üzenetekre, mint adott esetben a 20. századnak az embere tette ezt. Én hiszem, hogyha ez megtörténik, akkor sokkal jobban tudjuk igazítani a mindennapjainkat, akár az áhított és vágyott béke irányába is. A kopjafa a templomkertben egy emlékfa mellett áll, melyet a templom felszentelésének 80. évfordulóján ültettek a fertájmesterek.